Ezek azok a gépek, amelyekkel lesúzzák a Fejér megyei utakat, illetve eltakarítják róluk a havat, ha szükséges. A Magyar Közút Fejér megyei igazgatósága nem csak a járműveket készítette fel a térre. Az elmúlt hónapokban burkolatfelújítások, növény és árok patkagondozás is történt, valamint kikerültek a hófogóhálók és rácsok is, és elindult az első fokú 24 órás ügyelet is. Jelenleg 7200 tonna útszóró só áll a raktárakban, ami egy átlagos téli szezonra elegendő mennyiség. Jelen pillanatban az időjárás nem indokolja ennél komolyabb szolgálatot, de mint szükségessé válik, úgy a fizikai dolgozók is a nap 24 órájában rendelkezésre állnak, hogy a szükséges beavatkozásokat el tudják végezni. A síkosságmentesítés és a hóeltakarítás mindig hierarchikus sorrendben történik. A munka minden esetben a legnagyobb forgalmú utakon kezdődik, majd a kisebb forgalmú utak következnek. 45 saját géppel rendelkezésre, ugye mint említettem, ezek a nap 24 órájában bevethetőek, ezt 11 darab bérelt géppel egészítjük ki szokásainkhoz híven, így ez a 56 gép végez folyamatos síkosságmentesítés, illetve hóeltakarítást a hálózaton. Moller is már hozzátette, az autósok is tegyék meg a szükséges lépéseket. Legyenek rendben a gumiabroncsok és a világító berendezések. Legyen a kocsikban jégkaparó, jégoldó és hólapát. A biztonságos közlekedés érdekében mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelő sebességet érdemes választani. Az igazgató arra is felhívta a figyelmet, az Útinforma legfrissebb információforrás, érdemes utazás előtt itt tájékozódni, vagy a megyei úthálózat állapotáról közvetlenül is lehet érdeklődni a 22-es körzetszám 819 400-as telefonszámon.